mondjuk én olvastam a életrajzát, azt láttam, hogy hát egy nagyon-nagyon színes és érdekes élete volt a mai napig, amiben nagyon sok minden belefért. Tehát nem csak a orvostudomány, nem csak az, hogy igazgatja ezt a két kórházat, amit igazgatott, hanem a Sólyemmel, a szövetségünk is a tiszteletben, elnöke, közgazdasági diplomája is van, szóval egy nagyon színes egyéniség. Próbálja meg nekem összefoglalni az életútját, hogyha megérhetem. Tehát 1956 a kiindulási pont, hiszen ehhez kapcsolódik minden. Én 10 éves vagyok ebben az időszakban. Hajdúböszörményben születtem, de Debrecenben nevelkedtem, tehát iskoláimat, egyetemet Debrecenben végeztem el. Értelemszerűen egy 10 éves gyereknek a tudatvilágával éltem át az 56-ot, az akkori és ottani eseményeket, amik Debrecenben zajlottak. Nem is ez volt az, ami az én figyelmemet és tudatomat, vagy hozzáállásomat 1956 valós történései és belső dolgai felé irányították, hanem a későbbi történések, amikor szembe találkoztam azokkal az emberekkel, akik tevőlegesen, konkrétan, elszenvedve hátrányokat képviselték 1956 októberének az eszmélyiségét. Gondolok itt elsősorban a 56-ban nevesített, hiszen itt néhány napról van szó, és ennek persze nem szabad a jelentőségét lebecsülni, azokat a katonai vezetőket, akik szerepet játszottak. Maléter Pál vezérkari főnök, a Kovács István, Király Béla, de sorolhatnám még szerencsére hosszan azoknak a nevét, akit sikerült megismernem. És az akkori és ottani elmondások és történések voltak nagyon érdekesek, de a legfontosabb számomra dr. Radó György története volt. Már csak azért is, mert 1995-ben én a Központi Honvéd Kórháznak voltam a vezetője. És hát utána benne vagyunk a rehabilitációnak az időszakában bőven, és szembe találkozom azzal az emberrel, aki 1956-ban a Központi Honvéd Kórháznak a parancsnoka volt, dr. Radó György. Megismerem ezt az embert, elmeséli a történetet, és valamit nagyon kinkeservesen, de nagyon nem kezdek érteni. Ugyanis nekünk, orvosoknak, ha azt nézem, mint katonaorvos vagy volt katonaorvos a Genfi szerződés értelmében, nem lehet különbséget tenni fegyveres konfliktusok esetén a sérültek között, hogy ez saját vagy ellenség. Itt már ezek a dolgok nem érvényesülhetnek. És Radó György elmeséli, hogy hozzájuk bevittek embereket, ebbe voltak szovjet kiskatonák, ebbe voltak forradalmárok, voltak vétlenek, akik belekeveredtek az eseményekbe és megsérültek, és az ottani orvosok az ő utasítására beteget, sérülteket természetesen el kell látni, tették a kötelességüket. Ezt az embert 56 után letartóztatták, és majdnem az életével fizetett azért, mert egyszerűen orvos volt. Tehát nem egyeztetett ő össze. Itt valami olyan dolog történt, ami nem elfogadható, és ez az eszmélyiség, ami Radó Györgynek a hozzáállásából, a későbbi életútjából is sugárzott, irányította rá nekem a figyelmemet arra, hogy ezekkel az emberekkel törődni kell, tisztességgel és becsülettel el kell látni őket. Na most, míg ezek a dolgok voltak, hát természetesen visszatérve a kiindulási ponthoz, és újra eljutva eddig az eseményig, ugye, ahogy említettem, én Debrecenben végeztem az iskoláimat, ott végeztem el az egyetemet, és lettem orvos. HM ösztöndíjas voltam, másodéven kötöttem szerződést. Édesapám nyugdíjban ment, és szükség volt arra, hogy az egyetemi évek alatt valamilyen formában támogatás legyen. Édesanyám nem dolgozott. És 72-ben én a Perpeléti Harckocsi Ezrednek lettem a vezető orvosa, majd 76-ban a Gyöngyösi Hadosztályt vezettem már természetesen az egészségügyi szolgálatát.
Aztán elvégeztem egy egyéves külföldi Leningrádban. Ez az egészségügyieknek mondhatjuk úgy a vezérkari akadémiája volt, és visszatérésem után 79-83-ig a keleti területeken lévő, tehát a hadtest, harmadik hadtest vezető orvosa voltam, majd bekerültem a HM-be, különböző beosztásokba. Itt két olyan esemény volt, ami érdekes, az egyik a romániai eseményeknek. A háttérembere voltam, nem maga a romániai történetnek természetesen, hanem annak a segítségnyújtásnak, ami a Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálata részéről ebbe az irányba megnyilvánult. Majd amire büszke vagyok ma is, hogy akkor, amikor a parlament 1990-ben úgy dönt, az iraki agresszió, öbölválság elhárítása céljából, ha jelképes létszámmal, de részt vesz ennek a megoldásába, akkor én kapom azt a feladatot, mint a szervezési osztály vezetője, hogy 40 főből egy ütőképes csapatot állítsak, kitervezzem meg, ami megtörténik, utána kiválogatom a jelentkezőkből, és irányítom a kiképzésüket, majd a kint tartózkodás ideje alatt tartom velük a kapcsolatot, illetve a vezérkari főnökkel, Borsics László hartábornaggyal. Magyarul, ha Magyarországról is, de egy kicsit részt vettem ennek az öbölválságnak a megoldásába. Aztán jön a központi honvéd kórház, ahol leülök és ugye vezetem az intézetet, és rá kell jönnöm arra, hogy nem értem, amiről beszélnek. Hát pedig magyarul beszélnek. Hát gazdasági dolgokról volt szó. Így aztán október 1-én, amikor kineveznek 95-ben, ez azt hozza magával, hogy 96 februárjában bent ülök a közgazdasági egyetemen. Tudnilik, felelőssége van az embernek, ez pedig azt jelenti, hogy pótolni kell azt, ami az adott területen hiányzik a munkához. 96-98, tehát elvégzem ezt a kurzust, és azt mondom magamban, hogy akkor ezt letudtam, én az életben már többet olyan helyre be nem ülök, ahol vizsgázni kell. Ugye az ember presztízs kérdést csinál sok dologból, hát általában akkor, amikor leülnek vele szembe és kérdezik, hogy egy adott témáról mit tud, ez ahogy idősödünk, úgy egyre nagyobb a presztízs oldala a történetnek. Hát ezt én megfogadtam, amit természetesen nem tartottam be, mert utána még következett egy másik diplomának a megszerzése az egészségügyi biztosítási szakértői szakon, szintén a Közgazdasági Egyetemen. Hát itt természetesen megint fölélegeztem, megint megfogadtam azt, amit nem tartottam be, mert utána indult a PhD-vel kapcsolatos dolog, amikor ugye ugyancsak közgazdasági témába megszerzem a Newporti Egyetemnek a PhD fokozatát. Mi volt a téma konkrétan? A téma egészen konkrétan a kórház működésével kapcsolatos, és hogyan működik együtt egy egészségbiztosítóval. Ez volt a témája, de gyakorlatilag az a helyzet, hogy itt központi szerepet a kórházzal kapcsolatos téma foglalt el, az, amelyiket egy nyugati tapasztalat alapján átszerveztünk, a menedzsment, tehát az a csapat, amelyiket irányítottam, és ma már nem osztály, hanem matrix rendszerben működik, sokkal hatékonyabb, sokkal emberbarátibb. De ez már a Szent Imre. Ez már a Szent Imre kórház, ami 2001-ben van. És akkor visszatérve a 95-96-os időszakhoz, találkozok ezekkel az emberekkel, és találkozok Újvári Józsi bácsival, aki valami hihetetlen empátiával képviselte ezeknek az embereknek az ügyét, és akkor elkezdjük rendszerbe a gondozásukat, az ellátásukat. Sajnos azt kell mondanom, hogy a koruk és általános állapotuk miatt néhányuknak az utolsó útra történő előkészítését, hiszen ők szépen sorban itt hagynak bennünket és elmennek. Hát igen, gondoztatok róluk? Az, hogy milyen gondoskodás volt róluk, nem is igazán akartam belemenni, mert természetesen ők olyan gondoskodást kaptak az egészségügyi ellátással kapcsolatban, amilyen volt korábban, illetve az, hogy ők
mondjuk úgy, hogy köztörvényes bűnözők voltak, legalábbis az akkori megítélés szerint. Nagyon sok hátrányt kellett elszenvedniük. Ha simán csak a börtönbüntetéseket nézem, hát hadd legyek annyira cinikus, hogy az nem az egészségesebb életmód, nem a hosszú élet titka. Tehát ott bizony az egészségromlás elindulhat, és hogy sokuknál minek köszönhető, hogy annak is és más dolognak is azt mondjuk nehéz, de értelmetlen kideríteni. Szükségük volt az ellátásra, tehát szükségük volt erre a gondoskodásra, amit nyújtottunk. Aztán más 56-os szervezetek is kapcsolódtak, ugye Szent Imre kórháznál, akikkel jelen pillanatban is megfelelő és jó kapcsolatunk van. Nagyon jó volt a kapcsolat egészen haláláig a Király Bélával, aki én nagyon büszke vagyok rá, hogy atyai jó barátom volt, és én a Béla bácsival nagyon sokat beszélgettem a történetről, az, ami akkor zajlott, és azt kellett megélnem megint abszolút pozitívan, hogy egy ember nem magát állítja a történetnek a középpontjába, és bizonyos történéseket nem arra használ föl, hogy a saját nagyságát próbálja bizonyítani, hanem abszolút a realitás talaján, a történésekkel kapcsolatosan. Csak egy példát hadd említsek, Nagykovácsi. Nagykovácsiban ezt a csapatot, nemzetőrség, amit ő vezetett, a szovjetek gyűrűbe zárták, és a felszámolásuk, a fölmorzsolásuk megkezdődött. Ez egy elkerülhetetlen dolog volt, itt a páncélosokat, gyalogságot, sőt a légierőt is bevetették ez ellen a kis csoport ellen, és a légierő támadás akkor hiszen bombázták őket, és Budapest körül volt egy légvédelmi gyűrű, annak volt egy olyan rész, hogy föld alatti hát lövelyek voltak, illetve lőszer volt, véletlenül megcsaptak egy ilyen föld alatti részt akaratuk ellenére a szovjetek, ez berobbant, és gyakorlatilag, mivel a föld alól jött ki, úgy csapódott föl, mint hogyha egy atombomba robbant volna, egy ilyen gomba keletkezett. Szovjetek ezt nem tudták, megriadtak és visszább húzódtak, és akkor az így keletkezett résen mentek ki. Tehát azt mondja Király Béla, nem azt, hogy ő milyen nagyon jó taktikus volt, pedig az volt, hogy én ezt így csináltam, hanem azt mondja, tudod, Imre, az volt a szerencsénk, hogy ez bekövetkezett, mert különben fölmorzsolnak bennünket. De amikor ezt láttuk, és jelezték a felderítőink, hogy ez van, azonnal ki tudtunk menni a résen, és meg tudtunk menekülni. Ez egy nagyon komoly dolog. Tehát ez jelez valamit. Mert ugye nagyon sokszor ahhoz vagyunk szokva, hogy emberek, akire nem tartozik, ne vegye magára, politikusok, azt próbálják bebizonyítani, hogy ő nélkülük ez a világtörténelem nem abba a pozitív irányba menne, ahogy szépen megy. Most azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen azt, hogy a Honvéd Kórházban a véletlen, meg a szakma úgy hozta, hogy találkozott az 56-osokkal, ahogy György volt az első. Ez egy természetes helyszín volt, de utána ezek az emberek nem ott maradtak, hanem személy szerint magával tovább mentek a Szent Imre Kórházba. Tehát tulajdonképpen ez az egész dolog akkor önhöz kapcsolódik. Igen, ez egy érdekes dolog volt, én akkor 2001-ben nem, sok dologgal már nem értettem egyet, ami a honvédség belső berkeibe történik, és azért döntöttem, hívtak. Azért döntöttem amellett, hogy ezt a hívást elfogadom, és a Szent Imre Kórházba folytatom tovább a pályafutásomat. És sose fogom eltenni, a Király Béla kérdezte tőlem, azt mondja, Imruskám, hát mi lesz akkor velünk? Mondtam, hogy Béla bácsi, ne idegeskedjetek, idáig volt egy honvéd kórház, most van kettő. Nektek mindig helyetek van. Ez természetes dolog. Ezt megkönnyítette az, hogy nekem az elődöm, a Péteri Miklós egy 56-os szervezettel szerződést kötött. És végső soron ennek a szerződésnek a birtokában senki nem kérte számon, hogy miért jött ez a kis csapat a központi honvéd kórházból velem együtt át ellátás szempontjából, de végső soron ott volt legalizáltan, teljesen hivatalosan az 56-osok ellátásával kapcsolatosan egy érvényes szerződés, amikor én oda mentem.
Semmit nem kellett tenni, nem, még egyszer mondom, ezeknek nem szabad, hogy szerződés szerint legalizálódjanak, de hát ha úgy tetszik, ha valamelyik bürokrata bele akar kötni, nem kötöttek bele, ott van egy érvényes szerződés. De empátia, szerettem ezeket az embereket, és valahogy ez kölcsönös volt, ezért jöttek. Még vannak köztünk, tehát még vannak újak, akik most jelentkeznek a betegségükkel? Nagyon kevesen vannak, be kell vallanom őszintén. Lassan eljutunk addig a pontig, hogy ez a része, ugye itt több rétegről van szó, hogy 56-os eseményeknek a vezetésében szerepet játszók. Ők sajnos lassan elhagytak bennünket, nincsenek közöttünk, csak az emlékük. És jön az a fiatal generáció, akiknek nincsen így neve, mint Király Béla, vagy a Kovács István, a akkori miniszter, ugye vezérkari főnöke, Maléter vezérkari főnöke, hanem valahogy ők tevőlegesen részt vettek. Na, ilyenek vannak természetesen. Ismerjük is őket, jönnek is, hogyha rászorulnak, de ez már egy másik történet. Ez már egy másik történet. De úgy tudom, hogy önt megtalálják a úgynevezett 56-osok származottjai és gyermekek, unokák. Természetesen. De tekintettel rá, hogy őnekik javarészt már nem kellett elszenvedni 56 történéseiért semmilyen hátrányos megkülönböztetést. Ők már valahogy ugyanúgy jelennek meg az egészségi állapotukat tekintve, mint az a hétköznapi ember, aki jó szerint azt sem tudja, hogy 1956-ban mi történt. Csak ugye a maga neve forog ebben a társaságban. Igen. Annak is nagyon örülök, hogy tavaly kaptam egy elismerést az 56-osok szövetségétől. Ez egy nagyon komoly dolog volt, egy érdemrendet. Amit szintén nem tudtam, hiszen én ezeket nem szóltak. Ugye magyar szokás az, hogy fölhívják az embert, hogy te hallottam, hogy valamilyen elismerést fogsz kapni, és én segítettem abban, hogy te ezt az elismerést megkap. Ilyen nem történt a Nagy Imre érdemrend esetében, sem történt, meglepetésszerűen ért. Természetesen mondanom se kell, nagyon kellemes meglepetésként, és ugyanúgy ez a hazáért érdemrendnek a adományozása is teljesen váratlanul ért. Fogalmam nincs mai napig sem, hogy kik voltak, akik indították. A mai nap úgy érzi, hogy jól kihasználják az ön tudását, mind a kórházigazgatói, mind a szervezeti, mind a közgazdasági, tehát hogy a helyén érzi magát, szóval be tudna még többet segíteni, mondjuk az egészségügynek a maga átszervezésében, megszervezésében. Kikérik a véleményét? Én nyitott voltam ezekre a dolgokra mindig. Két miniszternek voltam közvetlen tanácsadója, úgyhogy egy-egy bizottságot vezettem. Aztán volt úgy, hogy két alkalommal kértek fel az OEP főigazgatói tisztségére, sőt 2008-ban miniszternek. Én azt mondom, hogy én nagyon szeretem a szakmámat. Na most a szakma gyakorlásánál, és ezt hadd üzenjem mindenkinek, nincsen politika, sem jobb, sem bal. És feltehetően az, hogy én ezekkel az emberekkel megtaláltam a hangot, ez is ennek köszönhető. Tehát az egészségügyben, a tevékenység során politikai dolgokat nem szabad felszínre hozni, és nem szabad annak alapján tevékenykedni. Én a Kórházszövetségnek jelen pillanatban vezetőségi tagja vagyok, de hadd tegyem hozzá, hogy én nagyon-nagyon szívesen segítek. Tehát amikor mi új rendszerre álltunk át, nagyon sok kórházigazgató jött, kérdezte a dolgokat, bemutattuk, elmondtuk, átadtuk, tehát segítettük. Ennek megfelelően ilyen sürgősségi alapú Matrix rendszerben működő intézetek száma azért emelkedett Magyarországon. De rájöttem arra, ez még 95 után volt, körülbelül 3 évnek kellett eltelni, hogy mi csak önmagunkra számíthatunk.
Tehát én, hogy várjam azt, hogy én nekem pénzt adjanak, meg majd hozzanak egy olyan törvényt, meg egy olyan intézkedést, és akkor majd, ha ezt megcsinálják, akkor mennyire fantasztikus jó lesz, ezt nem szabad. Ezt nem szabad. Magunkra vagyunk utalva, a magunk rendszerét, magunk tevékenységét úgy kell fölépíteni, hogy a lehetőségekhez viszonyítottan optimálisan működjön. Erre kell az energiánkat fordítani. És amikor 2008-ban lehetőség lett volna, hogy esetleg a minisztert rendszert megkapja, akkor miért gondolta, hogy ezzel nem él? Nem egészen pontosan így volt. Én nem visszautasítottam ezt a lehetőséget, hanem én gyakorlatilag a lehető legszűkebb kettőfős körbe voltam benne. Akkor a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc úgy döntött, hogy Székely Tamásnak szavaz bizalmat, ezt én tudomásul is vettem, semmi gondom és problémám nem volt, ő a OEP-nek a főigazgatója volt ebben az időszakban, de elmentünk az utolsó körig. Tehát én akkor elmondtam, és ő ezt megköszönte, és tudomásul vette, és volt rá lehetőség, más alkalommal is találkoztunk, és kérdezte a véleményemet, hogy mit kell tenni, most mi a gond és probléma ebbe. Utólag természetesen sok minden kiderül. Az, hogy az országnak a lehetőségei és a politikának a tűrőképessége nem tette lehetővé azt az átalakítást, amit meg kellett volna tenni. Tudnélik, ennyi kórházra nincsen szükség Magyarországon, viszont szükség van krónikus ellátásra, ápolási otthonokra, rehabilitációs szinterekre, tehát nem megszüntetni kell kórházat, hanem profilban átállítani, és akkor ennek megfelelően munkahelyként is megmarad, lehet koncentrálni a műszert oda összevonva, ahol szükség van rá, és az orvosokat is, mert nagyon sok területen orvoshiányról beszélünk, nem akarok ebbe belemenni, mert hosszú. A politikus nem meri fölvállalni egy kórháznak a bezárását, mert attól fél, hogy a következő szavazásnál a területen azt mondják, hogy na ő volt, aki megszüntette a mi kórházunkat, erre az emberre nem adjuk a szavazatunkat. Tehát egy ilyen nagyon furcsa helyzet volt, nem lehetett volna megvalósítani az én elképzeléseimet 2008 után. Ezért nincs. Bennem tüske is nincs nosztalgia, hogy mi történt volna akkor, ha én vagyok a miniszter. Feltehetően nem tudtam volna megvalósítani az elképzeléseimet. Nem tudom, hogy ez az információ pontos-e. Igaz az, hogy a Szent Imre Kórház az ég kórháza volt valamelyik évben? Nem. Nem? Ezt olvastam valahol, nem tudom. Kaptunk több elismerést, főleg a szakmai tevékenység, tehát hogy átállítottuk a kórházat egy ilyen, még egyszer mondom, ember-betegközpontúbb pályára, de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a rendszer pörög, a tavaszi és őszi kevesebb beteg van, vagy ciklicitás, nem tavaszi, őszi, a nyári és a téli, ezek kevésbé érvényesülnek, tehát egy pörgő rendszer van. Egyetlen egy példát tudok mondani, az akkori 2001-es 24 000 egy évben ellátott betegről most már 40 000 betegről beszélhetünk egy év alatt, tehát másfélszer annyi fekvőbeteget tudunk ellátni. Ennek szakmailag vannak belső dolgai, érdekes, még egyszer mondom, főleg úgy, hogy a rekonstrukció párosul mellé, és hát sokkalta normálisabb, sokkalta tisztességesebb körülmények között tudjuk a beteg ellátást végezni. Ez elsősorban a betegek érzékelik igazán, hogy nem olyan kórtermekbe és nem olyan körülmények között gyógyulnak, és persze azok, akik nem 4-5 napot töltenek az intézetben, hanem hosszú-hosszú éveket. Nem mindegy, hogy milyen körülmények között teszik azt, amit kell. Tehát kaptunk elismerést, de gyakorlatilag, hát a Pro Úr, amit kaptam ebbe, és ugyanez van benne, a Pro Úrbe Budapest díjat kaptam 2005-be, vagy ugyancsak 2008-ba kaptam a Pro Úrbe Új Buda díjat. Ez volt az indoklása, az egészségügyi ellátás megszervezése. De hát van egy köztársaság érdemben is. Igen, az is van, az is ugyanez az indoklással megy, de hadd tegyem hozzá gyorsan, mert borzasztóan fontos. Egy fecske nem csinál nyarat, ehhez egy csapat kell. Tehát én mindig úgy éreztem, és ezt most nem azért mondom, mert kamera rögzíti,
hanem valóban így van, hogy ez mindig egy team munka. Nem egy embernek a munkája. Az, hogy én az irányokat tudom, és utána azokat az embereket menedzselem, akik ezeket az irányokat szakmailag elkezdik képviselni. Ez a lényege a mai történetnek. Nem egy embernek a csodatevése. Nem tudom, hogy röviden összemegyek foglalni, mert gondolom, hogy egy ilyen többfajtos konferencia témája, de hogy nem lát a könyvben semmiféle keserűséget, amikor mindenki a magyar egészségügy miatt panaszkodik, sír, és én meg úgy látom, hogy igazából egy derűs ember ennek elmérve, hogy ilyen a magyar egészségügy, és maga küzd, és sikerrel. Higgy el, hogy nekem is fáj, mert a finanszírozás nem értéken történik, és hihetetlen gondok vannak. De nem hiszem, hogyha én most ezt kifelé elkezdem vetíteni, hogy ezzel átütő sikert érek el. Most nem arról, hogy én sikerre vágyok, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ahogy említettem, nekünk az adott lehetőséghez igazítottan kell az optimális megoldást megtalálni. Nekünk ez a feladatunk. Én nem mondhatom egy betegnek odaállva a beteg ágy mellé, hogy ne tessék haragudni. Én olyan fantasztikus gyógyszereket tudok, megtetszene gyógyulni 2 nap alatt, de hát nem tudok adni csak olyat, ez lesz lehet, hogy 15-20 nap, és lehet, hogy nem tetszik meggyógyulni. Ilyen nincsen. Ezt nem lehet megcsinálni. Az íróasztal mellett bármit meg lehet csinálni. A beteg ágynál már nem lehet megcsinálni. Ott már vannak korlátok, és ezeket a korlátokat tartjuk. Tehát arról van szó, hogy bizonyos szint alá a gyógyítás nem mehet, nem lehetünk olyan kompromisszumba vele, ami veszélyezteti a beteget, és tekintettel rá, hogy így látjuk el, és nagyon sok érdeklődő van, én nekem megvan a sikerélményem. Én nekem ez pontosan elegendő, hogy azokat a problémákat, amit az állam, az aktuális szakmapolitika okoz, hogy azt ebbe az irányba kompenzáljam, és ne egy elégedetlen, megkeseredett, vagy kiégett embernek a benyomását keltsem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérem, milyen érdekes, nagyon jó volt.